Itt állt az az autó márciusban, amit az ügyészség szerint szándékosan nyújtott fel egy 48 éves férfi. A Pécs belvárosában parkoló jármű teljesen kiégett, ahogy a képeken is látszik. A pécsi járási ügyészség rongálása büntette miatt emelt vádat egy pécsi férfivel szemben, aki még márciusban egy parkológépkocsit gyújtott fel. A vádirati tényállás szerint a férfi 2024 márciusában a délutáni órákban Pécs belvárosában sétált, amikor mindenfajta előzmény nélkül egy gyúlékony anyagot öntött egy ott parkoló gépkocsira, amelyhez követően a motortérbe is bekerült. Ezt követően egy gyúlékony anyagot dobott az autóra, amelyhez követően felgyulladt. A férfi ezt követően röviddel el is hagyta a helyszínt. A gyújtogatásból nagyobba is lehetett volna a szűk utcában, ráadásul a közelben van a belvárosi iskola, onnan a diákok éppen hazafelé mentek, délután 16:30, mondta kamerán kívül egy ott lakó szemtanú. Szerencsére a tűzoltók időben érkeztek. A kiérkező tűzoltók a lángokat eloltották, ennek következtében az építményekre, illetőleg a közelben parkoló autókra nem terjedt át. A gépkocsi teljes egészében kiégett, az okozott kár 900 000 forint volt. Az elkövetőnek a cselekménye a rongálás büntetének a megállapítására alkalmas, ennek a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza a férfira, aki eddig még nem volt elítélve semmilyen ügyben. A nyomozás során nem derült ki, hogy miért nyújtotta fel a vádlott az autót. A férfi tagadta a kihallgatásán, hogy ő követte el a jármű felgyújtását, ezért semmilyen használható vallomást nem tett a bűnügyben.